Rendkívüli sajtótájékoztató részeként összegezte a távhőszolgáltatással kapcsolatos legfrissebb fejleményeket Megyesi Miklós sajtó október 6-án. A téma kapcsán a DVG ZRT munkatársai lakossági fórumot is tartottak október 7-én délután 5 órától a Városháza C szárnyának házasságkötő termében. Akiknek az adatai leadása kerültek a DVG ügyfélszolgálatán, illetve beérkeztek az online adatbekérőnök, kapnak egy levelet a DVG ZRT-től, amiben a távfő szolgáltatás és a távfő termelésnek az aktuális ügyeiről tájékoztatjuk őket. Megkapják az általános szerződési feltételeket, ugye ez július 1-től, ahogy ezt már korábban többször elmondtuk, július 1 -e óta a fogyasztóknak nem a DVCH Kft-vel, hanem a DVG ZRT-vel van szerződésük hiszen ahogy más szolgáltatóváltásnál, így most sincs szükség új szerződésnek a megkötésére. Az elmúlt napokban több kérdés is érkezett azzal a kapcsolatban, hogy a DVCH jogosulatlan számlái miatt az önkormányzat milyen lépéseket tesz, és erről is szeretnék egy rövid tájékoztatást adni önöknek. Természetesen sem a DVGZért, és sem az önkormányzat nem nézi tétlenül a DVCH KFT eljárását és a DVG ZRT már feljelentést is tett ebben az ügyben. Tette és, sértetként is, hiszen július 1 óta és július 1 után ö, a, egészen a mostani időszakot is beleértve csak a DVG ZRT jogosult számlás, számlának a kiállítására, és csak ő szedhetné be ezeket a díjakat. És természetesen a DVG ZRT tette ezt a feljelentést a fogyasztóknak a védelmében és a fogyasztóknak az érdekében is, hiszen minden más híreszteléssel ellentétben a DVG Zrt kiáll minden olyan fogyasztó mellett, akit a DVG, DVCH Kft. megkárosított, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a pénzt ezt visszaszerezzük a fogyasztóknak. Ez egyébként, hogy ez a helyzet rendeződjön, semmi másra nem lenne szükség, mint hogy a DVCH Kft. állja a szavát, és számoljon el az új szolgáltatóval, vagyis a DVG Zrt vel a feljelentésen túl természetesen az adatvédelmi hatóságnál is bejelentést tettünk, annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy a DVCH Kft. milyen jogcímen tárolja a közel 20 ezer Dunaújvárosi fogyasztó adatait, hiszen ahogy már elmondtam, a szolgáltatást július egy óta nem ők végzik, itt szolgáltatóként ezeket az adatokat nem tárolhatnák, és főleg nem használhatnák föl, tehát nem lenne meglepő, hogyha a DVCH Kft. jogosulatlanul használná fel a személyes adatokat hiszen korábban nyilvános közleményekben írtak arról, hogy volt fogyasztóik fizettek -e a DVCH Kft-nek, és azt milyen módon tették. Ebben az ügyben is vizsgálatot kezdeményeztünk, tehát itt szeretném azért felhívni a figyelmet arra is ismét, hogy maga a DVCH ügyvezetője, Eszmély Lóránt is kénytelen volt elismerni, hogy nincs arra vonatkozóan bizonyíték, hogy Pintér Tamás befizette volna a DVCH Kft-nek a számláit. Természetesen, hogy ezt elmondtuk, polgármester úr ezt nem is tette meg minden más híreszteléssel ellentétben augusztus hónapra. Természetesen emiatt az incidens miatt is történt följelentés. Megyesi Miklós hozzátette, szintén vizsgálni kell azt a gyakorlatot, mely szerint a DVCH önkényesen könyveli a víz- és csatorna számlán lévő túlfizetéseket a már nem létező távfőszámlákra több ilyen jelzést is kaptunk a fogyasztóktól, akiknek a vizen túlfizetésük volt, és ezt nemes egyszerűséggel a DVCH Kft. átkönyvelte a távfő számlájukra. Sőt, olyan esetet is tudunk, amikor valaki, akinek több ingatlana is volt az ingatlanjai között, kezdték el átpakolgatni a befizetéseket, erre semmilyen joga nincsen a DVCH-nak. Egy másik szolgáltatással él vissza ebben az esetben. Itt azért szeretném felhívni az ügyfeleknek a figyelmét, hogyha valakivel ilyen történt, akkor azt haladéktalanul jelezze írásban a DVCH felé, követelje vissza a túlfizetését, kérje ennek a kifizetését, a DVCH Kft-nek ezt vissza kell fizetnie neki. Az is nagyon fontos, hogy az elszámoló számlákra is vonatkozik a június 30-ai határnap, vagyis ebben az esetben is él az, hogy aki olyan elszámoló számlát kap, ami június 30-a utáni időszak van, akkor ez az elszámoló számla érvénytelen, még abban az esetben is, hogyha van olyan nap és olyan tétel is rajta, ami egyébként a DVCH-t illetné meg, itt olyan számlát kell kérni a DVCH Kft-től, ahol az utolsó nap az június 30-a, ők csak ilyen számlákat állíthatnak ki hogyha más érkezik, azt ugyanúgy nem kell befizetni. Természetesen a feljelentésünk az erre is vonatkozik, hogy ezt is vizsgálja ki a hatóság, és szabjon ki példás büntetést azokra, akik ilyen módon károsítják meg a Dunaújvárosiakat. A sajtószóvivő úgy fogalmazott, ez most egy olyan időszak, ami sok fejfájást okoz a DVG-nek és a fogyasztóknak is, de néhány hónapon belül biztosan csak rossz emlék lesz. És ezért a néhány hónapért cserébe a következő évtizedekben egy nyugodt, kiszámítható és valóban a lakosság érdekei szerint működő távhőszolgáltató és távhőtermelő lesz Városban. Ez a döntés ez most évtizedekre hat ki, ami most történik most ugyan hajlamosak vagyunk megfeledkezni azokról a piszkos ügyekről, azokról a szolgáltatás kimaradásokról, amelyeket az elmúlt években a DVCH miatt kellett elszenvedni, a klímával fűtést, a gázon való vízmelegítést. Hogyha ez a szolgáltatás átvétel teljes egészében megtörténik, teljes egészében elindul pontosabban a DVG ZRT-nek az összes erőműve, illetve ezekben az erőművekben a fűtés, akkor ezt az időszakot, ezt végleg magunk mögött hagyhatjuk. Megyesi Miklós köszönetet mondott a lakosság türelméért és támogatásáért, majd felhívta a városlakók figyelmét arra, hogy a DVGZRT munkatársai minden felmerülő kérdésre készséggel válaszolnak.